Tisztató Magyarország második legnagyobb tava, közvetlenül a Balaton után, és legnagyobb mesterséges tava. 1973-ig nyúlik vissza a története. Szóval 1973-ban Kiskörénél épült meg ez a vízi műtárgy, amivel felduzzasztották a Tiszának a vizét. És az eredeti tervek szerint három fázisa lett volna a duzzasztásnak, amiből az utolsó szakasz az elmaradt. Mivel a duzzasztás harmadik fázisa nem valósult meg, ezért a Tiszatónak a vízszintje nem lett olyan magas, mint ami az eredeti elképzelésekben szerepelt. Így ilyen sekélyvízű, nádasos, tagolt tó keletkezett. És ez azért volt szerencsés, mert így gyakorlatilag a Tiszának a szabályozások előtti arculatához hasonló terület jött létre, és nagyon-nagyon gazdag élő világa lett ennek a területnek nagyon rövid idő alatt.